Az első fél időben a Budaörs ellenek kicsit izgultunk, úgy gondolom, hogy kicsit fura érzések voltak bennünk, de a másik fél időben összeszedtük magunkat, és azt csináltuk, amit mi tudunk, és mosolyogva tudtunk lejönni a pályáról. A Fehérvár egy fiatal, lelkes csapat, úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy ők átvegyék az irányítást, a saját tempónkon kell kézilabdáznunk, és tényleg a saját játékunknak kell koncentrálni.